Több éves hagyomány, hogy Rákos Mente önkormányzata a lakótelepek zöldítéséhez az éppen aktuális évszámnak megfelelő mennyiségű muskátlival járul hozzá. Így idén 2024 tőnyi virág került kiosztásra. A városvezető kiemelte, örvendetes, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek, hogy az akció részesei lehessenek. 2020-ban kezdtük ezt az akciót, minden évben ahány évet írunk, annyi muskátit osztunk ki, és ez a társasházaknak biztosítjuk ezt a muskátlit. Ők igényeket adnak be, és akkor ennek megfelelően osztjuk szét ezeket a muskátlikat, hiszen nekünk is az az érdekünk, hogy minél szebb legyen a kerületünk. A kezdeményezés ezúttal is nagy sikert aratott az érdeklődők körében, akiktől az önkormányzat visszajelzésekre számít az elkövetkezendő hetekben. Az osztásban Horváth Tamás polgármester mellett Petrőci Dániel önkormányzati képviselő is segítkezett, aki arról számolt be, hogy a lakók lelkiismeretesen gondozzák a társasházi előkerteket. Egyre többen gondozzák a társasházi előkerteket, amelyek ténylegesen közterületek, tehát ezúton is köszönjük mindenkinek, aki ilyen előkertet gondoz, és ez a muskátli osztás, ez ennek a köszönetnek az egyik kifejezése, hogy így is támogatjuk az előkertet gondozó lakókat. Az eseményen Lambert Krisztina, önkormányzati képviselőjelölt is jelen volt, és mint kiemelte, a muskátli osztás egyik pozitív eredménye a lakóközösségek összekovácsolódása. Ő maga pedig személyesen egyeztetett a közös képviselőkkel, hogy felmérje a virágpalánták fajtájára vonatkozó igényeket. Én mindenképpen nagyon szerettem is volna segíteni a panelházakban lakóknál, mert olyan lehetőségek vannak a panelházak környezetében, hogy már felvettem pár hónappal ezelőtt a közös képviselőkkel is a kapcsolatot, hogy milyen virág palántákra van szükség, és feltétlenül ugye ez a muskátli, ez most beindította, és szeretném, hogyha ez egy ilyen közösségi program lenne, hogy mindenki kimegy a kis előkertbe és ültetget. Egyébként néhány helyen már annyira versengés folyik ott a panelházak között a kert műveléssel, hogy örömmel láttam, hogy ezt az emberek szívügyüként kezelik. A városvezetés tervei között szerepel, hogy a kezdeményezést a jövőben is folytatják majd. Ugyanis ennek köszönhetően a társasházi övezet is virágba borulhat, Rákosmente kertvárosias jellegét erősítve.